Egy évvel ilyenkor beszámoltunk arról, hogy még nem volt szezonális influenza járvány, de már folyamatosan emelkedett az influenza-szerű panaszokkal orvoshoz fordulók száma. Először foglalkoztunk a koronavírussal. A szakemberek akkor úgy vélték, hogy Szlovákiában egyelőre nincs mitől tartani. Azt javasolták, hogy a fertőzés megelőzéséhez rendszeresen, alaposan kezet kell mosni, köhögéskor és tüsszentéskor el kell takarni a szájat és az orrot, arcmaszkot pedig még csak az Ázsiába, elsősorban Kínába való utazáskor javasoltak. A fenntartható fejlődés környezetvédelmi témáival foglalkozó 46 éves nemzetközi Ecotopfilm Envirofilm Fesztivál a maga nemében a világ legrégibb ilyen jellegű rendezvénye. 2020 elején a versenyfesztivál 60 filmjéből a győztes alkotásokat 50 szlovákiai városban mutatták be, amelyek között tavaly is ott volt Dunaszerdahely. Városunkban alapiskolások, valamint a nagy közönség láthatta a filmeket. Snažíme sa cez filmy a zaujímavé diskusie a besedy, či už žiakov alebo aj verejnosť informovať o tom, v akom stave je životné prostredie okolo nás. Tavaly ilyenkor egy héten keresztül külföldi diákok is oktattak a Dunaszerdahelyi magángimnáziumban, ugyanis a magyar tannyelvű középiskola sikeresen kapcsolódott be a Taníts Szlovákiát elnevezésű interkulturális projektbe. A több éve működő program célja, hogy játékos tanórákon keresztül a fiatalok megismerjék minél több külföldi ország kultúráját, hagyományait, és közben gyakorolják az angol nyelvet. A Kortárs Magyar Galéria 2020. januárjának végén indította el az új évet. A művészetkedvelők rögtön két kiállítást is láthattak a Vermes Villában székelő kulturális intézményben. Gyenes Gábor festő és grafikus művész Pötti Impressions című kiállítását, valamint az In Situ 1-3 művésztelep alkotásaiból összeállított tárlatot is meg lehetett tekinteni. A Komáromi Jókai Színház 2018. decemberében mutatta be a Presser Gábor, Stevanovic Dusán, Horváth Péter szerzőhármas a Padlás című musicaljét Mihás László rendezésében. A darabot a színházi évad keretében 2020. januárjában Dunaszerdahelyre is elhozták, amelyet akkora érdeklődés övezett, hogy két előadást is kellett tartani a Csapár Benedek Városi Művelődési Központban. A DAC női kézilabda csapata egy éve 28-29 arányú vereséget szenvedett a Chess Lingárdájától a MOL Liga 18. fordulójában. A mérkőzés nagyrészt a vendégek forgatókönyve szerint alakult, akik szinte végigvezettek. 10 perccel a vége előtt a cseh csapat már 5 gólos előnyben is volt. Ennek ellenére csak kevésen múlt, hogy a DAC nem tudta kiharcolni legalább a döntetlent.